Szeretném nagy szeretettel köszönteni a NIF-et, a Nemzeti Infrastruktúrális Fejlesztő ZRT-t, aki a Várpalotát elkerülő útnak a fővállalkozója, bonyolítója, majd elmondja a Borbála, és köszöntöm a tervezőket, illetve a NIF-nek a képviselőit, és egy bemutatkozás után pedig azt mondom, hogy ugorjunk bele, nézzük meg, ami miatt kértük a kollégákat, hogy meséljék el nekünk, hogy mi történik körülöttünk, és mi lesz belőle. Úgyhogy ezen átadom a szót, és udvariatlanság, de innen le fogok ülni oda, mert én is szeretem nézni a képeket. Borika, tiéd a szó. Először. Nekem, És tovább. Szeretettel köszöntök mindenkit, Márfé Borbála vagyok, a 8-as útnak a projektvezetője ennek a szakasznak is, a Várpalota elkerülőnek is, meg az átadott szakaszoknak is. És hát egyelőre én annyit tudok csak mondani, hogy teljesen terv szerint, ütemterv szerint haladunk, és szeretnénk határidőre, be fogjuk fejezni határidőre. És az előadás pedig a kivitelezőnk, az SDD konzorciumnak a projektvezetője, Kerégyátó Attila fogja tartani. Nem tudom, ha esetleg kérdés van, arra szívesen válaszolom. Csapjunk bele. Tisztelt polgármester asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm a bemutatást. A kivitelező SDD konzorcium projektvezetőjeként kaptuk azt a felkérést, hogy egy pár perces előadásban mutassuk be a múltat, jelent és hát a hátralévő, most már szűk, mint egy éves jövőt is. Hát ahogy a bevezető pár mondatban hallottuk, igen, körülöttünk egy elég nagy beruházás zajlik. 2014-ben kezdődött el ez a régi 8-as számú főút. Félfődő elnézést a tervezők azok, hogy a nyomvonalat ábrázolták, az egy kicsit feljebb csúszik, és ez lenne ugye az új nyomvonal, amin most folyik a kivitelezés. A kivitelezésnek a sajátosságát bizonyára ismerik, elég hosszú előkészítési folyamatként zajlott ez a tervezési folyamat. Tulajdonképpen a legutolsó pillanatban is történtek módosulások, remélem Pétfürdő legnagyobb megelégedésére a csomópont tekintetében. Az első ütemünk az nagyjából idáig tartott, durván a horgásztónak a magasságáig, és utána indul a kettes ütem. Ez mind térben, időben, eljárás technikailag, szerződés vonatkozásában mind-mind elkülönül az egyes ütemtől. Tulajdonképpen a kapcsolódási pont a NIF ZRT, mint beruházó, és hát legnagyobb szerencsénkre az SDD konzorcium, mint a kivitelező azonosul a két projekt szakasznál. Az egyes projekt Inottáról, Inotta felől nézve műtárgyak tekintetében az elején lesz egy külön szinti műtárgyunk, rajta egy új közúti híddal, van egy vasúti műtárgyunk, van az új ősi útnak egy nagy 90 méteres közutat és vasutat átívelő műtárgy, van egy ismételten a vasutat keresztező új műtárgy, mellette épül a jelenlegi szintbeli Péti útnak egy külön szintű átvezetése, és a kettes ütemnek is természetesen lesznek műtárgyai. Most épül a csomópontban a Pétfürdőnek az új külön szintű műtárgya. Lesz egy gyalogos és kerékpáros átvezetésre alkalmas műtárgy a Cseri erdő megközelítésére, és két meglévő műtárgynak a felújítása is a projektnek a része. Egy kétszer kétsávos főutat építünk középső elválasztósávval, leállósáv nélkül. Hasonló szolgáltatói szint lesz biztosítva, mint a Székesfehérvár elkerülő, vagy a nyomvonalunkhoz közvetlenül csatlakozó, korábban átadásra került Öskütől Veszprémig terjedő nyomvonal. A tervezés során főúti paraméterek lettek meghatározva, környezetvédelmi engedély 110 km/h-ra szól, ez azt jelenti, hogy a közútkezelő a forgalombehelyezést követően saját hatáskörbe a 90 km/h-s közlekedési sebességet 110 km/h-ra emelheti. Akkor az egyes ütemről egy pár dolgot próbáltam színben is elválasztani a múltat és a jövőt.
egy nagyon hosszas előkészítési folyamattal 14 júniusban írtuk alá a szerződést, majd finanszírozási okokból támogatási szerződés később lett aláírva, végeredményben szeptember, 14. szeptember 3-án volt a munkaterület átadás. Itt nem a megbízó és a kivitelező lustasága volt ez a majdnem fél éves kivárása a tényleges munkák megkezdéséig, hanem, ahogy említettem, a két ütem eltér egymástól, az egyes ütemnél egy olyan konstrukciót választott a beruházó, ahol a kiviteli terveket a kivitelezővel készítette el a beruházó, nekünk kellett elkészíteni a kiviteli terveket, természetesen egy nagyon szigorú jóágyási kritériummal, amire 2015 áprilisában kaptuk meg a mérnöktől és a megbízótól az engedélyt. Előkészítési munkákat lehet addig végezni, ahhoz, hogy a projektet 18. februárjára befejezzük, egy nagyon fontos organizációs lépést kellett végrehajtanunk. Az általam az előbb mutatott két vasúti műtárgynak, tehát mind a B2-esünknek, mind pedig itt a B4-esnek, a kialakítása érdekében először, hogy a vasúti forgalom fenntartható legyen, a műtárgy mellett két idéglenes vasúti töltést alakítottunk ki az elmúlt időszakban. Ezeket egy nagyon-nagyon rövid és feszes vágányzár alatt 15-ben először áttereltük rá a forgalmat, bizonyára a negatív hatását önök is érezték, és hát 16 júniusában vissza is tereltük a már elkészített vasúti műtárgyakra a forgalmat, és ezzel tulajdonképpen a vasutat először egy 5 napon keresztül, most 16-ban egy nem egészen 8 napon keresztül korlátoztuk, az alatt sikerült a pályát a végleges az eredetiről, majd később a véglegesre visszaterelni. A két vasúti műtárgyunk át van adva, vasúti közlekedésnek az teljes egészében működik, folyamatos rajta a vasúti közlekedés. Az elmúlt napoknak az eseménye, talán az előbb említettem azt is, az Ősi út korábbi szintbeli átjáróját, vasúti átjáróját átépítettük, egy külön szintű műtárgy, egy 90 méteres áthidalású, 2x245 méteres gerendákból álló áthidalással elkészítettük a új főpálya és a meglévő vasút fölött átvezető Ősi úti műtárgyunkat, és az a Várpontán belül egy körforgalomba osztja el az Ősiről érkező és az Ősi irányába haladó forgalmat. Ennek az idéglenes forgalombehelyezése zajlott le az elmúlt napokban. Múlt héten volt a hatósági bejárás, megkaptuk az idéglenes forgalombehelyezési engedélyt. Értem szerint azért idéglenes, mert 2018. februárjában fogjuk átadni a teljes beruházást, még sok minden olyan apró teendő van, ami a környezetet érinti, de maga a műtárgy és a kapcsolódó létesítmények, a körforgalom, a Vasút utca, a Dankópista utca, a Kossuth utca, ezek mind-mind tökéletesen alkalmasak a közlekedés lebonyolítására, fenntartására. A következő időszak két nagyon fontos eseménye az egyes ütem vonatkozásában, a kezdő inotai csomópontnak a idéglenes forgalomba helyezése, részletesen be fogom mutatni, és ami talán önöket még inkább érinti, az pedig a Péti út és a B5-ös jelű műtárgyunknak az idéglenes forgalomba helyezése, ezzel tulajdonképpen a Pétfürdő és Várpalota közötti szintbeli csomópontot, egy külön szintű csomópontot tudjuk már most, egy hónap múlva idéglenesen forgalomba helyezni. Ami nagyon lényeges, 18. február 25 az egyes ütemnek is a határideje. Én úgy gondolom, hogy aki egy picit is a környéken közlekedik, már pedig önök ismerik a legjobban, az egyes ütemnek bizonyára semmilyen problematikája nem lehet. Mutatok is róla egy-két képet, ez most éppen a működő B2-es vasúti műtárgyunk, ami már megy a vasúti forgalom. Tulajdonképpen a teljes szakaszunkon volumenében kötőréteggel rendelkezik a pályaszerkezet, tehát mind a földmű, mind a CKT, mind az alapréteg, mind a kötőréteg elkészül. A kopóréteg az egy organizációs technológiai folyamatból adódóan májusban fog rákerülni ezekre a szakaszokra. Humuszolás, sok helyen füvesítés, árokburkolás, szallagkorlátozás a felhelyezése megtörtént. Igazából a forgalom terelésekből adódó kizárások határozzák meg azokat a folyamatok, ami miatt mondjuk nem tűnik teljesen kompletnek.
növénytelepítés és az ősz folyamán elindul. Nekünk az az elképzelésünk, hogy itt jövő tavasszal az átadást követőleg, vagy az átadásra már növénytelepített, szépen füvesített rézsűfelületek lesznek az egyes ütemben. Ez a B4-es műtárgyunk sikerült egy pont olyan képet, ami megy is a vonatközlekedés. Ez, amit 2016. júniusában átadtunk együtt a B2-es műtárggyal. A múlt hét folyamán átadott Vasút utcai körforgalmi csomópont, innen nézve Ősiről érkezve a B3-as műtárgyról. Arról készítettem egy képet. Itt is sok apró olyan beavatkozás volt, amivel próbáltuk az ottani lakosság kívánságát, kényelmét pontosítani. Természetesen eléggé közel voltunk az építkezéssel, az ott élőkhöz bizonyára sok kellemetlen percet is okoztunk nekik, de hát reméljük, hogy a végleges állapot egy picit azért feledteti majd őket a kivitelezésnek a gyötrelmeiről. Visszafele egy kép, hogy magát a műtárgyat is láthassuk. Ugye ez alatt, a műtárgy alatt megy majd az új 8-as, illetve mellette a meglévő vasúti nyomvonal, és ez a műtárgyon keresztül lehet innentől fogva külön szinten meggyőződésünk, hogy sokkal biztonságosabb módon eljutni Ősibe, osztva ezzel a forgalmat. Akkor, ahogy a bevezető második szlájdba kékkel kirajzoltam, vannak a következő napoknak olyan forgalomtechnikai beavatkozásai, ami bizonyára érinteni fogja megint az itt élőket, türelmét is. Meggyőződésünk, hogy a forgalmat kapacitás szempontjából nem fogjuk csökkenteni, folyamatosan a kétszer egy sávos közlekedést fenn fogjuk tudni tartani. Egy új forgalmi rendet kell megszokni, de ezt bízom benne ugyanúgy, mint eddig, most is megfelelő táblázással és kommunikációval fogjuk tudni biztosítani. Ugye ez az inotai csomópontunk az elején, hogyha esetleg a rajzi ábra nem lenne teljesen olvasható, ugye Székesfehérvár felől jöve, ez lesz az új 8-asnak a nyomvonala, nagyjából ide esik a vasútnak a B2-es új műtárgya, ez az a B1-es Nádasladányba vezető új nyomvonalnak a közúti felüljárója. Régen itt volt a Nádasladányi csomópontunk, ugye ez az erőmű területe. Itt a kialakítás szempontjából Várkolotta itt kap egy indító csomópontot, illetve a buszközlekedés szempontjából itt lesz egy buszforduló egy szervizúton, és a főpálya az természetesen külön szinten halad arra tovább Veszprém irányába. Ahhoz, hogy jelenleg a forgalom ezen az oldalt terelt szakaszon halad, majd itt átjövő a jobb pályára, itt egy elég kényszerű megoldással, egy úgynevezett S-kanyarral, nagyon tört sebességgel fordítjuk vissza Várkolottára a forgalmat. Nem lehetett másképpen kialakítani ezt a megoldást, azért mert ez a csomópont, ez teljesen pontosan ráesik a régi 8-asnak a nyomvonalára, az nagyjából itt húzódik a régi 8-asnak a nyomvonala, viszont olyan színbeli eltérések vannak, ami lehetetlenné tette azt, hogy akár félpályás forgalom korlátozás mellett mi ezt megépítjük. Ezért döntöttük az S-kanyar mellett a tavalyi év folyamán, és most jutottunk el arra a pontra, hogy reményénk szerint május végén ezt a színekkel jelzett ábrákat forgalomba tudjuk ideiglenesen helyezni. A Várkolotta irányába haladó forgalom egy ideiglenes áttöltésen rátereljük a buszfordulóra, egysávos forgalomként betereljük a körforgalomba, és tud menni a régi 8-asnak a nyomvonalán Várkolotta irányába. Aki Várkolotta felől jön Fehérvár irányába, az szintén ezen a régi 8-asnak a nyomvonalán betereljük a körforgalomnak az ellenkező ágába, és tulajdonképpen a felhajtó ágat most visszafordítva rátereljük a későbbi szembeforgalomba, és utána visszatereljük az új nyomvonalnak a bal pályájára. És utána természetesen folytatódik a forgalom. A Nádasladány és a hulladéklerakó irányába menő forgalom fenntarthatósága érdekében át kell adnunk a műtárgyat is, és a projekt részévé emelt 7204-esnek a beavatkozási területét. Ennek jelen pillanatban is az útnak az aszfaltozása
a jobb pályára, bal pályára zajlik, a másik pályáján nem készült az egy sávban már a pályaszerkezet, a koporétek hiányzik rajta. Ez nagyjából, ahogy említettem, május végén. Természetesen ez mind-mind hatósági eljárás kötelezett, de nélkül a konzorcium nem tudja a forgalmat ráterelni. Nagyjából most így néz ki ez a terület. Ugye ez lesz az a buszforduló, egyes számú szervizút buszforduló, amin fogunk haladni Várpalota irányába. Itt van fent a körforgalom. És a körforgalomnak ezen az ágán fog visszafele jönni a forgalom, és visszaterelve a már elkészített főpályára. És ugye ez az a B1-es híd, ahol a körforgalomból Nádasladány felé be lehet majd közlekedni. Ezek a képek nagyjából egyhetesek, már most azt mondom, hogy elavultak, szinte napról napra én úgy gondolom, hogy komoly változások vannak a munkaterületen. A másik ilyen csomópont, ami talán egy picit közvetlenebbül fogja önöket érinteni, az a Péti útnak a forgalomterelése, és annak is azt mondom, hogy a következő másfél hónapban történő két lényeges beavatkozása. Ez lenne maga az új Péti út, ez már ugye külön szinten vezetne át a forgalom. Itt van mellette a vasúti nyomvonal, ez az a vasúti híd, amit az előbb mutattam egy szép mozdonnyal rajta, ez az, ami 2016-ban már véglegesen felépítettünk és megy rajta a forgalom. Az új 8-as ugye egy mélyvezetésben, kvázi aluljáró rendszerben jön át a vasút és a Péti út alatt, és irányban fordul Veszprém felé és haladunk felfele a cserejelvű irányába. Jelenleg ahhoz, hogy ezt a vasúti utat meg tudjuk építeni és a műtárgyat, a Péti útnak építettünk 2014 végén egy elkerülő utat, arra még bizonyára emlékeznek, mai napig is azon megy a forgalom. Most megépítjük a Péti út elkerülőjének az elkerülőjét. Jelen pillanatban egy nem teljesen jó az ábra, mert azóta is egy picit változtattunk, így fog jönni most a forgalom a következő napokban. Ha valaki ma arra járt, akkor látható, hogy itt mellette, közvetlenül tó mellett, itt már el is készült egy aszfaltsáv. Ez semmi másra nem szolgál arra, hogy folyamatosan fenntartsuk a forgalmat Pétfürdő és Várpalota között, és természetesen haladni tudjunk. A B5-ös műtárgyunk szerkezetileg május elejére, május közepére teljesen készen lesz, de ahhoz, hogy a csatlakozó töltéseket meg tudjuk építeni, tehát magyarán a háttöltéshez vezető földmunkát és arra a pályaszerkezetet, ezért a jelenlegi Péti út terelő útjáról le kell venni a Péti út terelő útjának a terelő útjára a forgalmat. Ezt fogjuk a következő napokban, húsvét után nem sokkal ráterelni erre a forgalmat, ez egy pici kis idéglenes terelés lesz, és az azóta elkészített csákányos aluljárónak a közlekedési kapcsolatait felhasználva, pedig az innen érkezőket visszatereljük. A kettes számú szervizút, ami tulajdonképpen ennek a nyomvonalnak a folytatása a főpálya mellett, ez most már teljes egészében működőképes egészen a P3-as hídunkig, tehát az ősi útig. Épp a mai nap folyamán tereljük rá a buszközlekedést, tereltük rá a buszközlekedést a kettes számú szervizútra, és véglegesen lezártuk a Várpalotán belül a szindeli vasúti átjárónak a működését. Ez ennek a piros csídnak az lesz a folytatása. Ez az a B5-ös híd, amiről említést tettem, tehát ezen fogunk majd későbbiekben reményeim szerint június első napjaiból Pétfürdőről Várpalotára haladni. Ez alatt megy át majd a 8-as számú főút, ez az a szervizút, amire tereljük a forgalmat. Látszik, hogy a szerkezet szintén egyhetes, azóta már az öntött aszfalt, tehát a szigetelésvédő aszfalt is rajta van, jó állapotban van, ütemterv szerint halad, természetesen a csatlakozó töltéseket össze kell építeni, és azt a szintkülönbség miatt nem tudjuk másképpen elkészíteni, mint ahogy az előbb említettem. A május végével, hogyha sikeresen itt is a hatósági eljárást befejezzük, és átadjuk a B5-ös műtárgyat és a Péti utat idéglenesen a forgalomnak, akkor tulajdonképpen ez a forgalmi rend fog kialakulni, aminek a lényege, hogy visszakerül
Pétfürdő és Várpolta között a forgalom az új és végleges különszintű Péti útra, és a szervizút végeredményben csak és kizárólag az itteni területeknek a megközelítését fogja innentől fogva biztosítani. Ez ütemterv szerint számunkra azért nagyon-nagyon fontos, mert hát az itt közlekedők látják, hogy jelenleg a Péti út terelő útja az tulajdonképpen szinten keresztezi a későbbi 8-asnak a nyomvonalát. Ott nagyjából nekünk még több mint egy méterrel, másfél méterrel lejjebb kell vinnünk a pályának az alap rétegeit. Tehát ezt a csomópontot itt nekünk teljesen szét kell szedni, és a durván ebből a szelvénytől, ebből a szelvényig össze kell kötnünk a töltésalapozást és a pályaszerkezetet. Ezt viszont csak és kizárólag akkor tudjuk elkészíteni, hogyha a közösségi forgalom már egy elkülönített, biztonságos, külön szinten fog zajlani. Akkor átérve a kettes ütemre, az előkészítekről annyit hagy mondjak, hogy egy speciális eljárást választott a NIP ZRT annak tudatában, hogy a két projekt egymástól el nem választható, mindkét beruházást 18. február 25-ös véghatáridővel deklarálta, mivel egyik projektelemet sem lehet a másik nélkül még ideiglenesen sem forgalomba helyezni. Ebből egy adódóan egy olyan technológiai sorrendet indukált ez a folyamat, hogy azt mondhatjuk, hogy egyedülállóan az országban egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnak a jogszabálya hátterét tudta biztosítani a beruházó. Ebből adódóan egy nagyon gyors eljárási időt produkáltunk, tehát a maga a közbeszerzési eljárás kezdete és a szerződés kötés időpontja között 3 hónap telt el. Én úgy gondolom, ez a mai közbeszerzési eljárásoknak a intervallumát figyelembe véve egy kimondottan pozitív cselekedet volt. A szerződéskötés és a munkaterület átadás közötti idő szükséget az már a jogszabályi előírás moratóriumok határozták meg, de ami szintén látható az alapos előkészületnek, hogy a munkaterület átadás napján minden engedélyt megkapott a kivitelező, vagy megkaptunk a beruházótól és a NIF-től, ahhoz, hogy a tényleges kivitelezési munkákat megkezdjük. Szintén eltérő a szerződés, hogy a NIF ZRT itt komplett kiviteli terveket biztosított a vállalkozó részére. Ebből adódóan tudtunk azonnal a kivitelezésbe belekezdeni, természetesen a szokványos előkészítési munkákkal, tehát a lőszermentesítés, a fakivágás, a tuskó eltávolítása, és utána természetesen a nagy tömegű földmunkába tudtunk beleállni. A jövőt illetőleg és a térség számára szintén meghatározó forgalomtechnikai beavatkozások vonatkozásában két dátumot emelnék ki. A második lehet, hogy még nem napra pontosan vegyék a fejemet érte, az első szinte lehet. Ez azt jelenti, hogy június 15 magasságában a Pétfürdői csomópont ideiglenes forgalombehelyezésének az első üteme zajlana le, és valamikor október vége környékén kettes ütemben tulajdonképpen a megépített csomópontra engednék rá a forgalmat, amit majd részletesen bemutatok mindjárt. És hát ami az eljárás specifikumát is, és hát természetesen a határidő szempontjából a kivitelezőnek a kötbérezhetőségét is megjeleníti, a két ütemet egyszerre, legkésőbb 2018. február 25-én kell az SDD konzorciumnak a mérnökön keresztül a megbízó részére átadásra felajánlani. Picit kinanyítva a kettes ütemnek ezt a csomópont részlegét, ugye durván itt van az egyes és kettes ütemnek a csatlakozása, innen egy elég erős kapaszkodó sáv kialakításával haladunk felfele, majd egy komoly bevágási szakaszszal érjük el a jelenlegi 8-asnak a helyszínrajzi kialakítását, és onnantól fogva tulajdonképpen magassági értelemben eltérve, de nyomvonal tekintetében rajta maradunk a régi 8-asnak a pályáján, és ugye csatlakozunk durván itt az elkészített és már átadott Veszprém felé tartó felújított 8-asnak a pályájához. A beruházásnak az egyik legsajátosabb része az a térség vízellátását befolyásoló bakonykarszt ivóvíz hálózatának a kiváltása volt.
Egyrészt az 500-as vezeték, ami Várpoltára táplál, és a 250-es vezeték, ami Bétfürdő vízellátását biztosítja. Nem lehetett a két... Összeköti. A két beruházást csak és kizárólag úgy tudtuk harmonizálni, hogy a NIV ZRT közvetlenül a Bakonykaszt ZRT-vel egy jogszabályi alapra nyugvó megállapodást kötött, és a két kivitelező, a Bakonykasztnak a kivitelezője, a SZÁD Kft. És az SDD konzorcium egymással, mondjuk azt, hogy válvetve, egymás segítve próbáltuk organizálni. A tavaly évvége volt a legkritikusabb az előadás vonatkozásában, mert a vízvezeték kivitelezése szempontjából. Én úgy gondolom, hogy a konzorcium nevében itt is köszönetet tudunk mondani mind a beruházónak, mind pedig a társ beruházónak vagy kivitelezőnek, bármelyiket említhetem, mert szinte napra pontosan haladtak előre. És amikor a nekünk a beavatkozás szempontjából a területet igénybe kellett venni, addigra ők a régi 8-as mellett vezetett vízvezetéket tulajdonképpen áthelyezték az új nyomvonalra. Természetesen a Bakonykasztos beavatkozás még zajlik, nekik is nagyjából évvégi a határidő, többek között azért, mert még az új épülő kerékpáros és gyalogos hídon is át kell jönni a Cseri erdő vízellátását biztosító 110-es vezetékekkel. Ezt az organizációt lekezelve tudtunk mi is előrehaladni. Itt a beavatkozás szempontjából a kivitelező számára, tehát számunkra a legnagyobb gondot az jelenti, hogy ennél a pontnál elérjük a meglévő 8-asnak a nyomvonalát, dél irányba kell szélesítenünk a pályát, ennek a kivitelezését láthatják most, viszont magassági értelemben itt lényegesen lejjebb kell haladnunk, tehát a forgalomat valami úton, módon, amellett, hogy fenntartjuk, le kell venni a régi pályáról, és ennek a fenntartását a kivitelezéssel párhuzamosan biztosítani kell. Ezért mutattam be az előbb azt a két perelési ábrát. Azért egy-két képet bemutatok, szintén múlt heti a felvétel, már itt is azért egy pici kis előreladás látszik. Ez az a pont, ahol a két szakasz csatlakozik. Ez az egyes ütem, innen van a kettes ütem. Itt egy elég komoly töltésépítés, és innentől egy nagyon komoly bevágás. Cseri erdőig is ott érjük el fent a régi 8-asnak a nyomvonalát. A bevágási szakaszon hasonló technológia, mint az egyes ütemnél. A teherbíró altalajt megtalálva, ott a vízelvezető rendszert megoldva, töltésalapozást kialakítva, építjük ki a földműnek a teherbíró alsó rétegét, és majd arra fel természetesen a földművet, majd rá a CKT-t és aszfalt réteget. Itt egy nagymodulusú, úgynevezett SMA kopó réteget rendelt meg a kivitelezőtől a beruházó, annak a beépítése fog a szerződés szerint zajlani. Ez a régi 8-as már terelt szakasza, szinte a munkaterület átadást követőleg nem sokkal a kétszer-két sávot ugye levettük, kétszer egy sávra, egészen a vasúti hídtól, a terelés azóta is zajlik, azért, hogy mellette a szélesítést meg tudjuk oldani. Itt ugye egy középső elválasztó sávnak a helyét és abban a vízelvezető rendszerét kellett megépíteni, amit végigfut, hossz szivárgókkal, hossz csatornákkal, keres csatornákkal, és dél irányba pedig a régi új pályát, ha így nevezhetem, annak a megfelelő geometriai szintjére történő szélesítést kellett véghez vinni. Ezen most már pályaszerkezet építés indult el, mert természetesen a május 31-i általam jelzett terelésnek az egyik feltétele, hogy már erre az elkészített új pályára rá tudjuk tenni a forgalmat. Tehát a következő terelés, amikor a csomópontot tereljük, akkor már ezen az új elkészített pályatesten fog jönni a kétszer egy sávos forgalom, annak érdekében, hogy a régi pályát is el tudjuk kezdeni átépíteni, felújítani, bárhogy nevezhetjük. Nem tudok még más képet mutatni róla, ez egy jelenlegi terv részletünk, ugye ez lesz az a kerékpáros és gyalogos híd, ami a Cseri erdőt fogja, vagy a Cseri erdő megközelítését fogja biztosítani a lakosság részére. Hát igazság szerint ennek a kivitelezése nagyjából május első napjaiban fog elindulni, akkorre érünk oda itt a bevágási szakasszal a főpálya tekintetében, hogy tulajdonképpen az alapozási munkákat meg tudja kezdeni az alvállalkozónk.
és utána ez a műtárgy nagyságrendileg ősszel el fog készülni. A jelenlegi Alfa Fesztivál idejében ez a műtárgy még nem fog működni, viszont mi részünkről mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Alfa Fesztivál megtartható legyen. Elég komoly egyeztetési problémáink vannak, vagy inkább azt mondom, hogy nem az egyeztetésnek a problémája, hanem az egyeztetésből adódó gondoknak a megoldása jelent problémát, de bízunk benne, hogy ott a pünkösdi Alfa Fesztivál megtartható legyen. Véglegesen pedig a műtárgynak a keresztszelvényébe kialakítva a közműveknek új sávokat, mind az elektromos ellátás, ami egy védőcsövön keresztül, mind pedig a vízellátás, vagy egy későbbi szennyvízcsatorna ellátását fogja tudni a műtárgy biztosítani. Egy másik műtárgyunk, aminek már a kivitelezését látják, ez lesz a pétfürdői új csomópontnak a műtárgya, ez egy szép gerenda híd lesz, ugye ez lesz az új 8-asnak a szintje. Jelen pillanatban, ha ezt a... mondhatom, igen, az a B. Ez az alaptest van jelen pillanatban most pont a pétfürdői csomópont kerülés közepében. Annak szerencsére a alapozását, cölöpözését úgy tudtuk elvégezni, hogy tulajdonképpen a pétfürdőre bekanyarodó sávot tudtuk a forgalomból kivenni. Természetesen a technológiai szükséglet miatt a mellette lévő egy-egy sávot is elvettük, de így folyamatosan tudtuk tartani a forgalmat. Ennek a műtárgynak a kivitelezése elég jó ütemben zajlik. Előre láthatólag május 3-án a gerenda beemelése megtörténik. A kép készítése óta ez a hídfünk ez teljesen készen van, bebetonozásra került. Most már ennek a pétfürdői korábbi kanyarodó sávban lévő hídfőnek a zsaluzása, vasszerelése zajlik. Április 25-26-a környékén lesz a hídfőnek a bebetonozása, és ahogy említettem, május 3-a lesz a gerenda beemelésnek az időpontja. Mögötte és előtte a csomópont készül, annak a földmunkái elég jó állapotban vannak. És magáról akkor a terelésről, ugye ez a csomópont kivetítve, jelenleg a 8-as számú főút nagyjából itt halad, ez lesz az új 8-asnak a nyomvonala, ez a Pétfürdőre bevezető 7204-esnek a nyomvonala, északfele ide került kiváltása a Bakonykarsznak a vezetéke, itt épül egy csomópont, egy másik körforgalmi csomópont, itt található az a kerékpáros és gyalogos híd, amiről az előbb mutattam ábrákat, és ez az a műtárgy, aminek a kivitelezése is zajlik, ez a gerenda emelés lesz május 3-án. Jelenleg ugye a jobb pályán érkezik a forgalom, és osztjuk itt csomópontba ketté. Ahhoz, hogy ezt a forgalomterelést elkészítsük, és ez lesz előre láthatólag május 31-én, a szélesített és elkészített bal pályára fogjuk rátenni a forgalmat, a jobb pályát fogjuk Veszprém irányba munkába venni, és ahhoz, hogy a csomópontot meg tudjuk építeni, azért ahhoz egy ilyen érdekes terelést találtunk ki. Nagyon sokáig azon is gondolkodtunk, hogy teljes egészében lezárni a területet, de végül is erre a megoldásra jutottunk, hogy az itt élőknek a mindennapi beközlekedését azért ne teljesen lehetetlenítsük el. Szintén olyan színbeli különbségek vannak, hogy félpályás munkavégzésben nem tudunk dolgozni. Tehát a tervező úgy álmodta meg, nem sutaságból, hanem egyszerűen adottságból adódóan, hogy az új ősi útnak az új pétfürdői útnak a nyomvonala teljesen pontosan rajta van a régi nyomvonalral, a csomópontban egy közel 6 méterrel magasabban lesz a csomóponti kialakítás miatt. Ugye pétfürdőről felfele feljövünk itt egy körforgalmi csomópontba, és itt innen lesznek osztva az ágak. Az új 8-as, az a jelenlegi 8-asnál lényegesen mélyebben egy bevágási szakaszba halad, és a műtárgyat túlhaladva az északi oldalon szintén egy elég magas töltésen kialakított körforgalmi csomópont fogja a Veszprém, illetve Várpalota felől jövő forgalmat osztani. A forgalomterelésnek az lenne a lényege, hogy a pétfürdői bekötő út mellett, a jelenlegi nyomvonal mellett a Bakonykarszt által kiváltott vezetéken, mint szolgalmi területen építenénk egy elkerülő utat, amit ezen a
ami kétszer kétsávos lesz, viszont a csomó és az ívnek a szűkössége miatt és a nagy kamion forgalom fenntarthatósága miatt ezt a csomópontot, vagy ezt az ívet lámpázni fogjuk, tehát magyarán mondva itt kétszer váltott osztott irányú közlekedés, lámpás fenntartás melletti közlekedés lesz. Magasságilag felhozzuk a jelenlegi azonos szintre, itt áttereljük az új megépített csomóponti ágra, szintén megkerül a csomópont, fogjuk tudni biztosítani a régi 8-osan a közlekedést. Aki Várpalota felől jön, ezt az ágat tudja használni, és ebbe az irányba fog közlekedni, illetve hogyha be akar menni esetleg ebből az irányból a Pétfürdőre, leginkább a teherautóforgalom, az ezt a csomópontot fogja igénybe venni. Nem mondom, hogy a legegyszerűbb, nem mondom, hogy a legkonfliktusmentesebb lesz, de annak érdekében, hogy a kivitelezést tudjuk ütemezni, ezt sajnos el kell készítenünk, és hát közösen el kell szenvednünk. Nagyjából ez lesz az a nyomvonal, amit említettem, tehát ez lesz a természetesen egy magassági eltérése, itt még csak a beközlekedést biztosítottuk, de ez az új főpálya és annak a csomóponti ága, és ez lesz az a terelt út, és nagyjából itt fogjuk átvezetni a forgalmat, és oda-vissza fel erre a töltésre. És ennek a csomópontnak akkor most egy picit a másik oldalról az ábráját, ugye az előbb innen mutogattam az ábrát, most Pétfürdő felőről érkezve, ez az a 7204-es, aminek a nyomvonala teljes egészében megegyezik ezen a szakaszon a régi nyomvonallal, csak nagyon komoly magassági különbséggel, és ez lesz az a pont, ahol lebuktatjuk a szolgálati területre, és egy eléggé azt mondom, hogy nehezen kialakítható módon, de bízunk benne, hogy a közlekedés számára a makulátlanul működő forgalmi renddel fogjuk felterelni majd ebbe a csomópontba a forgalmat, és az alatt tudjuk megépíteni ennek az útnak a végleges kialakítását. Nem is tudom, igen. Ez előre láthatólag olyan ősz végéig fog zajlani. Ugye volt az ábrámon még egy időpont, ez az október végi időpont. Nagyjából az addig fogjuk ezt a forgalmi rendet fenntartani. Október végével elkészülnek a körforgalmi csomópontok, és a műtárgyat forgalomba lehet helyezni, és akkor egy új tereléssel, nagy valószínűséggel már a főpályát igénybe véve és annak a csomóponti ágait igénybe véve fogjuk a megközelítést biztosítani, annak érdekében, hogy a hiányzó többi elmaradt szakaszt be tudjuk fejezni. Lesz még egy izgalmas terület, az majd a következő időszaknak a előrehaladásán múlik. A csomóponttól befele Várpalota irányába meglévő 8-ast vissza kell építeni, ha így mondhatom. Ez azt jelenti, hogy a kétszer két sávból, a kanyarodó sávokból egy kétszer egy sávos kialakítást kell elvégezni. Annak a kivitelezése szintén a folyamatos forgalom fenntarthatósága érdekében jelenleg még nem teljesen kigondolt a részünkről. Nagy valószínűséggel, hogy annak érdekében a csomóponti ágat maximálisan ki kell használni, de bízunk benne, hogy ott is a kétszer egysávos közlekedést folyamatosan fel fogjuk tartani. És ahogy a nyitó ábrán is elhangzott, valamint amit a Bori is említett, mi most úgy gondoljuk, hogy 100%-osan kijelenthetjük, hogy 2018. február 25-én az 1-es és 2-es ütemet teljes egészében minden kivitelezési résszel át fogjuk tudni adni. Ez természetesen nekünk azt jelenti, hogy itt az aszfaltozási munkákkal szeretnénk november közepe végére végezni, és a hátralévő időszak még a utólagos munkálatok elvégzésére lesz idő, és hát természetesen a nem kevés papírozásnak a befejezésére, és hát valamikor jövő februárban akkor forgalma átveszi az uralmat az új 8-as felett. Nagyon szépen köszönöm, én ennyit gondoltam összefoglalóként elmondani, természetesen esetleg van kérdés, vagy valamelyik ábrát visszakérik, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm. Uraim! Nekem több kérdésem lenne. Gyakorlatilag az innotai csomóponttal kapcsolatban az egyik az, hogy kivel tudnánk felvenni a kapcsolatot a kitáblázásra kapcsolatban.
mivel ott van a hulladéklerakó, és annak most született egy nagyon jó táblája, de amikor az új út lesz, akkor kivel lehetne arról beszélni, hogy kikerüljön ugyancsak egy ilyen tábla, ami már megfelel a 110 km/h sebességnek. A másik kérdés, hogy mi történik a készszeréti lakóteret megközelítésével, hogyha Fehérvár felől 110 km-esé válik az út, akkor gondolom megszűnik ott az a színbeli kereszteződés. Nem változik a forgalmi. Nem fog? Tehát gyakorlatilag ott megmarad a balrafanyarási lehetőség? Igen. Jó, oké, rendben van. A régi 8-asról beszélünk. Igen, a régi 8-asról. Igen, igen, igen. Jó, tehát akkor gyakorlatilag ott az a szakasz nem lesz 110 km-es, lesz az út. Igen. Oké. Hát akkor jó. Rendben. Innen indul a 23. 900-as Szelvénytől, készenléti lakótelep az egy picit feljebb nagyjából, elméletileg az a csomópont jelenleg a beruházással nem érintett. Ez ugye Csor környékén is így működik, hogy 110-es az elkerülő szakaszon és a csomópontokba vissza van véve. 70-re ezt a közútkezelő teljesen megfelelő hatáskörben tudja rendezni. Jó. Az előző kérdésére, tehát tulajdonképpen az, hogy a hulladék lerakó megközelítését, nekünk ugyanazokat a táblarendszereket vissza kell állítani, ami korábban volt. Én most így fejlően nincs meg nekem, hogy a hulladék lerakó nem volt tábla, hanem önök adták ki nagyon korrektül a táblát, amit köszönjük szépen. Szeretnénk, tehát a közútkezelővel kérdezve kapcsolatban. Jó, rendben, azt nem önök. Jó, ennyi volt a kérdés, köszönöm. Így igaz, de maga a hulladéklerakó megközelítése az ugye az új csomópontok keresztül külön szinten lesz biztosítva. Jó. A hulladéklerakó előtt egy picivel, tehát a mi beavatkozási területünket egy kicsit megnyújtva, mivel munkaterületbe vettük a bánya miatt, ezt lehetnek 2-04-es, nagyon kicsit még feljebb is fel lesz újítva az út. Abban nem vagyok biztos, hogy teljesen a hulladéklerakóig, de egy picit tovább feljebb fogunk menni egy pici kis aszfaltozással, annak érdekében, hogy azért a elhasználódott felületet biztosítsuk. Köszönöm. Nekem nem egy olyan kérdésem van, már itt elhangzott az, hogy piciket fel lesz javítva az út, hogy nem került-e szóba valamilyen szinten, hogy a Pétfürdői csomópont kiépítésével a Pétfürdőre bejövő Berrigai útnak a felújítása, már csak azért is, mert ez a beruházáshoz kapcsolódik, egy útátvágással érintett vízelvezetési szakasz, hogy ez valahol nem hangzott el, mert erre egy ilyen kukolt ígérvényt kaptunk fölülről, de úgy gondolom, hogy itt már megbolygattuk a Lepsény utat, meg érintettek vagyunk a Lepsény út indításánál, hogy lát esélyt arra, hogy esetleg onnan a csomópont kiépítéstől Berrigai út valamilyen hozban felújításra kerül. Ebben a projektben igen, mi szerződésünkben nincs benne. Az természetesen itt a területen, amit a csatornátvágás miatt burkoltok, megbontottuk, ott a közútkezelővel egyeztetetten helyre fogjuk állítani. Most húsvét után a beton és a kötőréteget leaszfaltozzuk, és a közútkezelővel egyeztetetten nagyjából május végére rátesszük a kokóréteket. Ez a kivárás, ez csak is kizárólag technológia, tehát van egy pici kis konszolidációt azért lefolytasson, de maga a közmű építéssel elkészültünk, tehát megszűnt ugye a terelés is, és utána majd persze elbontjuk az kiépített pici kis terelőutat, visszaállítjuk ott a területet, tehát ezt a részt rendben rakjuk, hát a beközlekedés arra meg, ahogy a Borbára említette, az nem a projektnek a része. Én Nagy Zsolt vagyok, a helyi képviselőtestület egyik tagja, és arra szeretném kérni, hogy ha vissza tudna menni a prezentációban az első ütemnek a B5-ös ütárgyra, jól tudom? Igen. Jól emlékszem. A végén a B5-ös? Nem, hanem az a, volt egy részletes az, amikor itt az elterjedésekkel kapcsolatosan a csákányhídés költ. Ez az. Ez vagy ez? Nem, az a rajz. Igen. Köszönöm szépen. Hadd nyúljak vissza egy kicsit 2009-ig, amikor is az egész projekt először megkereste a Pétfürdői önkormányzatot különböző tervekkel, és akkor volt a képviselőtestületen belül döntés, illetve határozathozatal, ami arról szólt, hogy hadd idézzem, hogy bemutatott nyomvonal terv alapján javasolja a képviselőtestület a további tervezés során Várpad a Pétfürdő összekötő út és a 8-as elkerülő út fel- és lehajtási lehetőségét Székesfehérvár felé kialakított csomópontban biztosítsa a tervező. Ez volt 2009. júliusában,
Aztán született egy még határozottabb határozat, úgymond, szeptemberben, 2009. szeptemberében, amikor azt mondja, hogy a terv, ilyen is ilyen számú terv alapján csak a Csákányhídnál létesítendő fel- és lehajtó beiktatásával fogadja el a képviselőtestület, és ennek megtervezése után járul hozzá az építési engedélyezés eljárás megindításához. Na most ebben kapcsolatosan mi semmiféle visszajelzést nem kaptunk önöktől, illetve nem tudom, a tervezőtől. Tervezőtől is van itt valaki? Bocsánat. Nincs. Nincs. Tehát ez egy nagyon határozott képviselőtestületi döntés volt, és ezzel kapcsolatosan semmiféle visszajelzést nem kaptunk, hogy, hogy akkor most a tervek hogyan, miképpen. És ahogy nézzük, és visszajöttek a tervek, mikor már a kiviteli terveket láttuk, akkor igazából ezeken a, tehát ezen a rajzon, ezen a terven, meg azokon a terveken sem látszott ennek a le- és felhajtásnak a lehetőségének a biztosítása. Ugye, ki szabad mennem oda? Csak annyit szeretném. Annyira nem. Csak ugye annyi választ azért kaptunk, hogy esetleg meg lehet oldani azt, hogy ha Fehérvár felől jön valaki, akkor itt egy súlymérő állomás létesül, ugye jól? Igen. És akkor a régi Csákányhíd alatt le lehet róla hajtani, és akkor el lehet jönni Pétre. Igen. Na most ugyanezt szerettük volna kérni, visszafele, ugye ezen a szervizuton, és itt valahol szintén volt a terven egy ugyanilyen mérőállomás. Hogy azon a mérőállomáson ugyanúgy föl lehessen hajtani. Adott esetben akár súlykorlátozást, vagy személykocsit, stb. Csak azért, hogy egyszerűbb legyen az élete, nagyon sokan közlekednek Fehérvár Budapest felé Pétfürdőről, hogy ne kelljen azt a kurfit megcsinálni kint a nagy csomóponton, hanem csak egy egyszerű felhajtás odafele és egy lehajtás. Tehát semmiféle külön tervezés, stb. És ezért hozta ezeket a határozatokat a testület, hogy ezt figyelembe véve folytassák a tervezést, de aztán mondom, semmit nem kaptunk, semmiféle visszajelzést. Pedig három határozat ment el, kettő 2009-ben és egy 2014-ben. Üzenetet, Zsolt, rosszul mondom, hogy üzenetet kaptunk, hogy a szervizúton meg a sűrmérő pontokon föl lehet hajtani, meg le lehet hajtani. Oké, köszönöm. Viszont a terveken ez már nem jelent meg. Tehát az üzenetet akkor megkaptuk, köszönöm polgármester azt, hogy kigazítását, de a terveken ez már nem jelent meg, és látható módon a kivitelezés során sem fog ez kiépülni. Igazából talán azt mondom még egyszer a súlymérő állomáson keresztül lefelé a Csákányi felé talán, de igazából ez sem egészséges. Szerintem is ugye emlékszem, hogy egyik irányban való, de ez úgy, ez egy rejtett csomópont, szabálytalan. Tudom, de még egyszer azt mondom, és nem akarok hogy nevet akaróhoz, hogy voltak Pétfürdő képviselőtestület, amivel Pétfürdő területét is érintően véletlenül kerestek meg bennünket, ugye hozzájárulásunkat kérték. Nagyon határozott döntés volt annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és semmi nem... De ezt műszakilag nem tervezett. Nem szabályos. De ami most, bocsásson meg, ami most oda föl van rajzolva, az előző rajzot, hogyha visszamegyünk. Ja, ez csak azért mutattam, mert ugye ezen látszik az a tengelysúlymérő, aminek a közlekedése van. És itt van a régi ősi út lábán a másik tengelysúlymérő, amin jól mondja, jelenleg nincs összekötve a kettes szám szervizúttal, a jelenlegi jogerős építési engedély alapján nem is lesz összekötve, tehát a kivitelező részéről mi ezt az indirekt kapcsolatot Fehérvár irányába nem tudjuk kialakítani, Veszprém irányába, úgy ahogy említi, ezen a tengelysúlymérő állomáson a be- és a közlekedés az biztosított. Jó, tehát értem, miért ez ilyen. Egyébként ezt nekünk az jogerős építési engedély szerint át kell adni. Utána szerintem a közkezelővel, ezt csak én magunk között mondom, meg lehet oldani. Építési engedélyben nem kaptunk ilyenre építési engedélyben. Ezt én értem, csak én mindig nem kaptam arra választ, hogy miért nem jön visszajelzés határozott módon, hogy ezt nem támogatják, nem jó, ne töntsön ilyet a testület, mármint a Pétfürdő, stb. Hanem egyszer csak kaptunk egy kiviteli tervet, és akkor utána nyilván ön már azt fogja mondani, hogy ez nem szabályos, ez a lehajtás, ami oda van rajzolva, ezt én értem is, meg mindenki érti, csak azt nem értjük, hogy miért nem vették figyelembe képviselőtestületi határozatot. Ebben kapcsolatban. Van egy határozat, ami ennek szabálytalanságra kényszerít. Nem. Vagy amire nem kapok építési engedélyt. Bocsánat, ne haragudj, hogy közbe szólok. Nem az, arról szólt a képviselőtestületi döntés, hogy szabálytalan módon legyen lehatás, hanem arról szólt, hogy akkor támogatja az út megépülését, hogyha ezt a tervezőt, hogy ezt a két lehetőséget, a le- és felhajtást, ezt biztosítják számukra. Tehát szó nem volt arról, hogy mi szabálytalanságot kérünk. Mi a tervezési fázisban, amikor még ezt meg lehetett volna csinálni,
akkor nem kaptunk erre visszajelzést, hanem utána kaptunk egy kész kiviteli tervet, ami nyilván már miben engedélyezve volt, azon már nem lehet húzkodni rajzokat, stb. És valószínű az lesz majd a megoldás, amit az előbb mondott, hogy majd amikor átadásra kerül, talán akkor majd lehet, de hát ez a talán ez ugye mindjárt a kutya vacsorája. Tehát azért mondom, hogy az bánt bennünket, és azért voltunk többen képviselők felháborodva, hogy semmiféle visszajelzés ebbe kapcsolatosan nem jött, és nem vették figyelembe ezt a képviselőt, ezt a három képviselőtestületi határozatot. A tervezéskor, még egyszer hangsúlyozom, a tervezéskor. Amellett, hogy az ön felvetésére én nem nagyon tudok mit mondani, mert ugye a kivitelezőt képviselem, de szakmailag azért azt engedje meg nekem, hogy picit mellé elmondjam, hogy az eredeti elképzelések szerint, tehát 2009-es tervekben ugye ez egy színbeli csomópont lett volna, nagyságrendileg itt a MOL-kút előtt kötött volna ki egy színbeli csomópontra, és utána lett az engedélyezési eljárás megállítva, szétbontva, egyes ütemre, kettes ütemre, pontosan ennek a pétfürdői különszintű csomópontnak a kialakíthatósága érdekében. Én, mint közlekedési szakember, én amellett, hogy értve és akceptálva az ön személyes és képviselőtestületi véleményét is, hogy innen sokkal könnyebb megtámadni az új nyomvonalat, viszont ennek a csomópontnak a forgalomtechnikai kialakítása és a forgalombiztonsága teljes értékű. Még bármilyen rejtett vagy direkt csomópontot ebbe a szűk beépítési tartományba beletenni, hát én úgy ítélem meg magam részéről, hangsúlyozom, csak is kizárólag magam részéről, hogy az nagyon-nagyon komoly fejtörést okozott volna mindenkinek. Talán ki is lehet azt mondani, hogy meg sem lehetett volna oldani ezen a területen. Én magam részéről úgy ítélem meg, hogy a tervező az helyesen döntött abba az irányba, hogy inkább ezt a csomópontot alakította át egy teljes értékű különszinti csomópontra. Biztos vagyok benne, hogy önök is jobbat kapnak, hogy ez a csomópont megvan, és nem ide nyomorítottak be egy nehezen megközelíthető, főleg tehergépjármű forgalom számára végképp nem igénybe vehető csomópontot, de hangsúlyozom, az én személyes szakmai véleményem, és én csak egy kivitelező vagyok. Még egy elnézést, többen is félreértették itt az idők során, hogy csomópont, csomópont. Nem csomópontot kértünk. Nem csomópontot. Egy felhajtósávot, meg egy lehajtósávot, ami nem ugyanaz a csomóponttal. Ezt értjük, csak ezt mint szakember fogadja el azért, Boritól is, tőlem is, hogy... Bocsáss meg, én is, mint szakember mondom, tehát... Nem, világjelen akartam minősíteni, bocsánat, csak egy... Nem hiába az ilyen tengelysügymérő állomásokban történő becsatlakozás és az onnan történő feljutás, vagy egy nem teljes értékű csomópontból történő ki is betorkolás, az veszélyes, tehát ott akkor pályatestet kellett volna, mármint úgy értem, hogy keresztelvényt kell szélesíteni, egy lehajtó, felhajtó ági kialakítást kell megoldani. Tehát azért attól függetlenül, hogy csak személyautó közlekedés venni igénybe, attól függetlenül a közlekedés biztonság szempontjából ez egy teljes értékű, az pedig egy nagyon veszélyes dolog lehetett volna. Nem hiába nem szereti a közlekedés biztonsága a rejtett, nem jól kiépített csomópontokat. Bocsánat, de nem tudnak elvonatkoztatni a meglévő kiépített tervtől. Még egyszer hangsúlyozom, 2009-ben még tervezési szakaszban volt a dolog, még szó nem volt se tengelymérőről, semmiről az ég adta földön, tehát ettől vonatkoztassunk el. A tengelymérő az csak utána került oda már, amikor a kész kiépített terveket megkaptuk. Tehát az most tényleg egy faramuci helyzet, és ez teljes mértékben el tudom fogadni, hogy, és el is fogadom, hogy ez egy szabálytalan és ilyen rejtett megközelítés, lehajtás, felhajtás. Csak még egyszer mondom, hogy ez amikor szóba került, itt még nem volt ilyen mértékű kiviteli terv semmi az égött a földön. Csak elgondolás volt, nyomvonal volt, csak az elveket szerette volna a képviselőtestület tisztába tenni, és ezt nem vették figyelembe, amit sérelmezik több képviselőtársammal együtt. Egy dolgot szeretnék leszögezni. Én ezt 12-ben vettem át, ezt a projektet úgy, hogy engedélyezés alatt a hatóságnál volt a tervdokumentáció 3 éve. És amit el lehetett érni az én időmben, amikor átvettem, az a külön szintű pétfürdői csomópont. Ezt értem, köszönöm szépen. És igen, ez egy tökéletes, most nem lehet támogatni, mert erre kaptuk építési engedélyt, ehhez vagyunk kötve. Erre én most már nem tudok mit mondani. Jó, csak ez 2009-es határban. Hát 2009-ben más foglalkozunk.
Egyébként azt is vegyék figyelembe, hogy én úgy gondolom, hogy ez az eltolt szintű kereszteződés nem ajándék Pétfürdőnek, 20 ezer autót mérnek naponta. Ez elvárás. Tehát ez szerintem anélkül nem is engedték volna már a végén. Dehogy is nem, nehogy, nem, ne viccelj már át. De akkor az első 20 ezer autót mérnek naponta. A fekete bárányok a Veszprém megyében, meg Blazsek úr volt. Ahhoz, hogy ezt a 100-es utat meg lehessen csinálni, igen, szükség föl, rá. Fölt akart mellénk, mert úgy volt az első engedély, hogy ott van a csomó pont, amit az úr az előbb jegyzett, és egy Istennek sem le voltunk söpörve az asztalról, majdnem ránk borították az asztalt. Ez nem hogy... ajándék, ez forgalomtechnikai A történet ez. Pénz, meg arra van ebben az országban, amire eldöntik, hogy lesz. Jó, mindegy, most itt tartunk, hogy megvan. Most itt tartunk, hogy megvan. Azt tudom, hogy egy óriási görcs volt, hogy elérjük ezt a külön szintű csomópontot, mert majdnem az egészet föl akarták rúgni, és akkor, hála Istennek, volt olyan hatósági szakember, egy engedélyező hatósági szakember, aki átlátta ezt az egész dolgot, és az ő ötlete volt, hogy most legyen a két ütem. És ezt át tudta verni az ott lévő szakhatóságokon. De hidd el, hogy ez kemény görcs volt, hogy ez a pétfürdői csomópont megvalósuljon. Mert az egész ott ment volna be a MOL-kút mellett. Tavaly éven tartottam egy előadást az Országos Hídmérnöki Konferencián, és csak azért, hogy az ottani hidasokat egy picit kimozdítsam a szakmai sávokból, összeszedtem várkott elkerülőnek az elmúlt 30 év nyomorát. Gondolja rajta van a gépen, mert családregény. Tudom mutatni, hogy milyen a tényes vagy családregény. Ez egy családregény. Hát nem, mindenfajta változat volt. Igen, vasúton belül, vasúton kívül visszafordítva. Tehát mindenfajta elképzelés volt. Az utolsó az tényesvaló az volt, hogy ezen a nyomvonalon, és nagyjából itt a Bolkút előtt egy nagy T csomópontban, tehát az új nyomvonal és a régi nyomvonal egy színbeli kereszteződésben lett volna. A 2009-es tervek, ami alapján elvágták és ezt vállalkozásba adták, az pontosan amiatt lett elvágva, hogy ez a hátsó szakasz, ez újra legyen tervezve, és egy biztonságos csomópont legyen kialakulva, így ahogy mondják, mert ez a modern elvárásnak a kora. Egy biztos, hogy ez lényegesen tökéletesebb megoldás, mint hogyha az eredeti 2009-es elképzelés lett volna. Ide nagyon-nagyon nehéz lenne betervezni egy csomópontot. Én magam részéről is úgy azt akarjuk mondani, hogy eleve nem lehetett volna annak idején, mert egy van rá, nem? Lett volna rá annak idején, hogyha így ez fölmerül. Nézze, mi nem bosszantani akarjuk, hogy nagyon örülünk ennek az útnak, mert látjuk, hogy mi van a környéken. Mi csak kérdezősködünk, mert úgy gondoljuk, hogy mi fizettük ezt az utat valamilyen szinten. Lehet, hogy mi most ellenségnek tűnünk, mi csak érdeklődtünk volna, hogy hogyan lehetett volna egy kicsit megerősíteni az életünket. Nem, örülünk az útnak, ne értsék félre. Azért jöttünk el, mert kíváncsiak vagyunk rá, hogyha x ezer ember képviselőtestülete kér valamit, és nem kap rá választ, akkor utána miért kell rá úgy reagálni, hogy mi ez ellen bármit, tehát semmi. Mi örülünk neki, illetve itt élünk. Látjuk, hogy lassan élhetetlen lesz Várpalota, mert ha nem készül az út, akkor Várpalotán nem lehet átmenni az úton. Ezt mi nagyon értjük. Ne értse félre, de hogyha úgy gondolja, akkor igazából teljesen feleslegesek ezek a tájékoztatók, mert mi végighallgatjuk, aztán elmegyünk haza, de megkérdezték, hogy van-e valami kérdésünk. Mi ezt föltettük. Akkor annyit talán, hogy nagyon helyesen, hogy megkérdezik. Ahogy említem, 2014-ben kivitelezőként belálltunk, és nekünk a tervezés volt a feladatunk, amit a kiviteli terv elkészítése. Ebből adódóan az előkészítés időszakában nagyon sok vizsgálatot végeztünk a helyszínen. Azt önök nálam százszor jobban tudják, hogy ez az egész terület, ez egy alábányászott terület, önök ismerik a legjobban. Nagyon komoly Műszaki Egyetemtől megrendelt mélyfúrásokat hajtottunk végre, végig szondáztuk a területet, bányakapitány úrral többször végignéztük a régi bájatoknak a állapotáról meglévő dokumentumokat, pontosan azért, mert itt a műtárgyaknak a kialakíthatósága nagyon-nagyon kritikus volt, még ebben a stádiumban is, hogy mi egy alsó vezetéssel megyünk át. A másik két problémát azt jelentette, hogy ezen az oldalon, ahová esetleg a csomópontot el lehetne képzelni, itt ugye egy bezárt hulladéklerakó volt. Csak és kizárólag úgy tudtunk átmenni a jelenlegi nyomvonalon is, hogy egy 18 méteres hulladéktestre ráépítettük ezt az utat, természetesen megfelelő technológiával,
de oda a műtárgyat építeni nagyon-nagyon bonyolult lett volna, nem hiába ilyen érdekes a töréspontja ennek az új 8-asnak. A vasúti előírás nem enged 60 foknál kisebb szögű kereszteződés főpálya és vasút alatt. Ez a műtárgyunk, ez a B4-es műtárgy pontosan 60 fok, nagyon neccesen ment át az engedélyezésen. Nagyobb ívben ráfordulni pedig a meglévő, már rekultivált hulladék lerakónak a területére mentünk volna be, ami környezetvédelem meg értelemszerűen lehetetlen. A túloldalon szintén nem kell önöknek bemutatni a felszíni vizeknek az elhelyezkedését, mindenütt tó vagy tószerű létesítmények vannak. Ugye működik egy kialakított horgásztó jelleg, de a túloldalán attól függetlenül, hogy földhivatalban az egy legelő rétterület, itt egy nagyon komoly, mi csak úgy nevezzük, a nyárfás tó volt kialakulva, ami most már szerencsére a NIF segítségével kisajátításra került és feltöltjük. Tehát ebbe az irányba szintén nem lehetett volna csomópontot eltolni. Nagyjából 6-6,5 méter volt a vízfelület, amiben mi belementünk a töltéstesttel. Tehát, hogyha abból az oldalról nézzük meg, vagy nézem én meg, mint 2014-től belefolyt, mondjuk azt, hogy picit a kivitelezés oldalára megvizsgált kivitelező, ez egy nagyon-nagyon érzékeny geotechnika ez a terület. Tehát ide egy olyan csomópontot, egy olyan különszintű csomópontot kitalálni, ami a vasutat is, a Péti utat is, a U8-at is keresztezi, tény és valahogy nagyon-nagyon nehéz kihívás lett volna. Én ezért mondtam és bátorkodtam azt mondani, hogy a tervező valószínű, hogy emiatt tette át ide a külön szintű elképzelését. Ha ennyi egy pici, talán kis kiegészítés. Bábi kérdés? Ha jól értettük, gyakorlatilag a Péti átvezető út most lámpával gyakorlatilag szabályozva lesz, ahogy kimegyünk a Cseri erdőből, az alatt az idő alatt, amíg megépült a kereszteződés. A terelőutányban. Pétfürdői? Igen, a Pétfürdői. Igen, lesz egy nagyjából egy, ha a végét mondják kicsit lassú. Ja, odaérek. Na még kettő. Ez már a hét. Igen, tehát talán ez az utolsó jobb. Nagyjából innentől idáig lesz lámpás terelés. Itt is megvan a 6 méteres burkolat szélesség, csak a kamion forgalomnak a kísérő görbéi, ez forgalombiztonságilag lehetetlenné teszi, hogy egy időben beengedjünk szembeforgalmat is. Tehát attól függetlenül, hogy ez kétszer egy sávos kialakítás, az ívnek a kialakíthatósága miatt durván ezen a területen lámpás korlátozás lesz. Nem lesz egyszerű, ez biztos. Nem. És ez mennyi időig lesz? Hát nagyjából olyan június közepétől olyan október közepéig, október végéig. Szeretnénk ezt azt mondjam, a téli időjárás beköszönte előtt végleg sem felszámolni. Szállítást nem a csúcs. Nagyjából. Hát nem lesz egyszerű. Most 3 hétig ment a lámpás és nem okozott problémát. Bízunk benne, hogy azért a mindennapi életet alapvetően nem fogja fejetetére állítani, de biztos, hogy fog problémákat okozni. Ugye most is folyamatosan kézi irányítás mellett kezeljük a csomópontot, kint vannak a kollégák a munkaterületnek az építési forgalmát, próbáljuk a közösségi forgalomtól kézi irányítással, megállítással elválasztani. Maga csak a táblás terelés és a táblás korlátozás az látható, hogy kevés. Most azt tudom mondani, hogy ennek a csomópontnak az átjárhatósága így közlekedésbiztonságilag működőképes. Hát bízunk benne, hogy ez is hasonlóképpen jól fog működni. Csak még egy kérdés. Ezt a derékszögű kanyarnak a forgalomszabályozását, ezt értem. A Veszprém felé levő rész, az hogyan fog csatlakozni a 8-asra? Aki Veszprémből jön. Nem, hogyha visszamegyünk elég annyi. Ja. Az hogy lesz, mert ott ugye ezt el van vágva, hogy az hogy lesz megoldó, hogy rá lehessen hajtani a 8-asra? Hát ezen a Veszprém felől innen jövök, ugye át leszünk terelve itt már a jobb pályára. Bal pályára, bocsánat. Innen jövök, és itt egy jobbra kis ívbe fogok tudni bekanyarodni Pétfürdőre. Ez lesz a könnyebb irány. A bonyolultabb irány az, ha valaki Várkolotta felől jön, feljön a csomópontba, és itt fog tudni bekanyarodni. Ugyanúgy balra, nagy ívben, mint most is, és ugyanúgy biztosan kézi irányítás mellett, ezt nem tudjuk másképpen megoldani. Ezt a csomópontot jelenleg
közútkezelő nem kérte lámpázni, nem is a lámpa lenne a legjobb megoldás, bizonyára kézirányítás mellett fogjuk segíteni a forgalmat, de el tudom képzelni, hogy úgy jönnek ki az engedélyek, hogy előírja a lámpát, akkor lámpázni fogjuk, tehát ezen nem múlik. Az ugyanúgy probléma a Pét felől kifelé, és Veszprém felé balra nagy bekanyarodó, hogy feltételezve a nagy kamionforgalmat, azért ott elég kemény forgalmat várható. Tehát ott mindenképpen kell tényleg valamilyen irányítás, Én úgy gondolom, hogy eddig is makulátlanul helyt álltunk a közútkezelő kérésének. Ahogy említettem, ez hatósági eljárás alapján lesz forgalomba helyezve, tehát a közlekedési hatóságnak az előírásait az idényes forgalomba helyezéshez teljes értékűen figyelembe kell vennünk. Biztos vagyok benne, hogy a csomópont működni fog. Abban is biztos vagyok benne, hogy lesz torlódás. Ez nem kérdés. De talán az a hátralévő 2,5-3 hónap az már talán elviselhető lesz, és akkor jövőre már egy működő elkerülő lesz. Nem tudjuk másképpen megoldani. Nem tudjuk megoldani. Ja, amennyiben több kérdés nincsen, akkor tisztelettel megköszönöm, hogy eljöttetek, eljöttek. És amennyiben kérdésünk van, a kivitelezőt mi szekáljuk, a vállalkozóját, mindenkit, hogyha olyan gondunk van, kapcsolatot tudjuk tartani, köszönöm.